Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben megnézzük a Nagykárolyi várat, bemutatunk egy új verseskötetet, és azt is megmutatjuk, mennyit nőtt Mázli, az Ukrajnából mentett kis oroszlán. És arról is szó lesz, hogyan érdemes tavasszal dekorálni a lakást. Mindenek előtt viszont Strasbourgba utazunk, persze csak képzeletben, vendégeink azonban valóban ott jártak egy verseny nyereményeként, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm is őket, Hepp Szabolcs intézményvezető helyettest és Leskovics Bálintot a Szent Miklós Görög Katolikus Gimnázium és Kollégium képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát akkor meséljünk erről az utazásról, és a nézőket pedig arra búzdítjuk, hogy képzeletben így hűljenek föl erre a vasútra, vagy buszra, mert ha jól tudom, akkor autóbusszal történt ez az utazás. Egyáltalán hogyan sikerült ezt a nagyon különleges utat megnyerni a diákoknak? Hát még évek ezelőtt az Európai Parlament létrehozta az Euroszkola programját, aminek az a lényege, hogy igazából európai fiatalok vehetnek részt ebbe a programba, és méghozzá minden Európai Uniós tagországban részt lehet venni Európai Parlament Nagykövet iskolája programba, és pár évvel ezelőtt én úgy gondoltam, hogy talán jó ötlet lenne nekünk is csatlakozni ez a programhoz, és több éves felkészítő év után és munka után minket is felvettek ebbe a programba. Sokat kellett azért ehhez dolgozni? Hogy hát ez körülbelül egy 2 éves előkészítő munka volt, és ennek az egyik folyamánya, hogy így vehetünk részt olyan versenyeken, aminek például ilyen Strasbourg utazás a fődíja. És akkor 2020 őszén volt a verseny, és akkor nagy meglepetésünkre mi is meglepődtünk, elsők lettünk, országos elsők lettünk, és akkor ennek ez lett a tényleg a következménye, hogy 24 diák és 2 pedagógus utazhatott Strasbourgba. Hát azért ugye még magára az utazásra várni kellett, de a felkészülés már megvolt. Ugye úgy tudom, Bálint, hogy azért neked ebben nagyon nagy szereped volt abban, hogy egyáltalán eljutottatok. Mesélj arról, mi volt a te szereped ebben, illetve milyen volt maga az utazás? Hát többen vettünk részt ugye a uniós csapatban, ugye junior nagyköveteknek hívják ezt a csapatot ugye minden partneriskolában. És hát többen vettünk erre benne részt, 5-en pontosabban, ugye én jó magam, Csáti Áron, Szolika Levente osztálytársaim, illetve 2 végzős lány, Szabó Sztella, illetve Gurály Zsófia, és ugye adott volt ez a lehetőség, hogy online formában részt vegyünk az Euroszkóla versenyén, és hát 50 kérdésre kellett válaszolnunk, Európai Uniós történelemmel, gazdasággal kapcsolatban, és ugye ezek közül, a kérdések közül mi találtuk el a legtöbb kérdést, és ennek következtében ugye megnyertük ezt a strasbourgi utat, amire sokat kellett várnunk sajnos, és hát azóta a 2 lánytag el is ballagott, és nem tudtak hát ennek következtében sajnos részt venni az utazáson. Egyébként, amikor maga a verseny zajlott, akkor ott voltatok egy helyen? Tehát nem mindenki a saját otthonában, hanem együtt volt a csapat? Igen, itt, ez még azt hiszem abban az időszakban volt, amikor az első karantén után visszatérhettünk az iskolapadba, és még ott az iskolában, a informatika teremben végezhettük el a feladatokat. Igen, ez egyébként abból a szempontból is érdekes volt, hogy akkor szerintem valahogy az is nagyon távoli jövőnek tűnt, hogy bárhová is utazhatunk, hiszen akkor valóban ugye a Covid-tól való félelem, illetve a különböző intézkedések miatt tényleg távolinak tűnt az utazás, de hát ez így volt a valóságban is. Most viszont ugye, ha jók az információim, 24 diák és 2 tanár 5 napot tölthetett ott. Gondolom, hogy lázas izgalommal készültetek, aztán az a jó a buszozásban, egyrészt fárasztó, másrészt viszont hát azt hiszem, hogy sokkal több mindent lehet látni, tehát azért fél Európát átszeltétek. Így van. Hát leginkább autópályán haladtunk, de hát már nekünk a nagyon sok osztálytársunknak ugye hatalmas élmény volt az, hogy átlépette az országhatárt, mert hát ugye nem mindenkinek adhatott meg ez korábban.
maga az utazás is így Magyarországon belül is nem sokaknak jött össze még korábban, úgyhogy emiatt is büszke voltam magamra is, illetve a csapatomra is, hogy ezt meg tudtuk valósítani, és nagyon jól esett, hogy a többiek arcán is láttam azt az izgalmat, hogy a utazással kapcsolatban, és hál' Istennek nagyon sok helyen jártunk, ugye első este jártunk Salzburgban, Ausztriában, utána folytattuk az utunkat, és már másnap ugye Strasbourgban volt jelenésünk, Strasbourgból, illetve visszafele pedig Münchenben tekintettük meg a belvárost, és hát ugye a pikantériája a dolognak, hogy mind a három nagy nyugat-európai városban ekkor zajlott a karácsonyi vásár, és hát ez külön egy érdekessége volt ennek a gyönyörű útnak. Egyrészt kísértés volt ugye a vásárlás szempontjából, másrészt meg mégis azért egy felfokozott színes és hát nagyon érzelemdús időszakban jártatok ott. Van amennyi diák, aki részt vett ebben a programban, mondjuk elmondható rólatok, hogy érdeklődőek, nyitottak a történelem, illetve akár a politika felé van egyfajta érdekeltségetek? Azt veszem észre, hogy egyre több fiatal foglal állást társadalmi kérdésekben, és ez nagyon pozitív tendencia, és ennek én nagyon örülök, és szerintem az osztályunk sem kivétel ez alól, és természetesen nyitottak vagyunk ugye külföldi kultúrákra, nagyon ugye beszélünk nyelveket, ugye többen is az osztályból, és hát érdekel minket tulajdonképpen az európai kultúra. Lehet olyat kérdeznem, illetve hát most kérdezek, aztán nem tudom, hogy hogyan válaszolsz majd erre, Bálint, hogy ez az 5 nap megváltoztathatja az ember gondolkodás módját, vagy esetleg a terveit átírhatja? Hát szerintem, hogyha nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, vagy esetleg kint akar tovább tanulni és itthon kamatoztatni azt a tudását, akkor szerintem van ennek jelentősége, meg tudja sok esetben változtatni az embernek a gondolkodásmódját. Tehát ad egy kis inspirációt, motivációt, egy kicsit úgy az érzéseket, mint egy karácsonyi forgatag felforgatja, és akár a jövőt is átírja. Bálint, köszönöm szépen. Szabolcs, még talán egy utolsó kérdés, és ez lemérhető esetleg már mondjuk a jegyekben is? Tehát amikor ezek a diákok mondjuk egy ilyen nagy élményben részesülnek, jobbak lesznek történelemből, vagy elhivatottabbak lesznek, mint diákok? Hát nekem ez is volt az egyik célom ezzel igazából, mert hogy én vagyok az osztályfőnökük, és akkor ők most a végzős osztály, és tényleg ez volt a célom, hogyha sikerül egy ilyen versenyt megnyerni, és egy ilyen egyhetes európai utazást vele együtt nyerni, akkor én abban reménykedem, hogy most az érettségi jegyekbe ezt teljes mértékben meg fog látszani. Hát én azt gondolom, hogy intézmény vezető helyettesként és osztályfőnökként is büszke lehet arra, hogyha ilyen diákjai vannak, mint Bálint. Hát köszönjük szépen az élménybeszámolót, szívből gratulálunk, és hát mindenkinek azt kívánjuk, hogy a jövőben ezek a tervek, ezek legyenek valósággá. Köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézők, ha már visszaérkeztünk Nyíregyházára, itt is folytatjuk. A Móricz Zsigmond Színházban nemrégiben Pindrok Csaba tartott önálló estet Segítség megnősültem címmel. A Jászai Mari díja színművésszel Viraszkó Szilvia beszélgetett. Vészhelyzet van. A feleségem nyomta a kezembe a könyvet, amit Sebestyén Elemér írt. Ő különben Anthony Gray álnéven krimi szerző. 19 krimi után azt mondta, hogy valami igazán hátborzongató, horrorisztikusat is szeretne végre alkotni, és megírta a saját házasságának történetét. Úgyhogy ez egy 200 oldalas könyv, én ezt elolvastam hazafele a vonaton, a színházból, és akkorákat nyerítettem rajta, hogy mondom, akkor ez lesz az. Ugyanis azért nyomta a kezembe a feleségem ezt a könyvet, mert nagyon régóta terveztem egy önálló estet. Szerettem volna tudni, hogy mire vagyok képes egyedül a színpadon, teljesen eszköztelenül. Illetve a stand-up térhódítását nézve, és sajnálkozva ezen, ahol a káromkodás, meg a hasmenés, meg a szex, meg a politikai szelepeltetés ilyen szinten tért tudott nyerni, és egy alternatívát szerettem volna ezzel mutatni.
a műfajnak, hogy lehet úgy is csinálni, hogy hát bár nyilván egy házasságban ugye kimeríthetetlen a tár, hogy ott mennyi vicces dolog, vagy szomorú dolog is tud lenni. Úgyhogy tulajdonképpen ezt 5 évvel ezelőtt Radnai Márk rendező barátomat megkértem, hogy akkor ezt ebből csináljunk egy színdarabot is, ez meg is történt. Most a 250. előadásnál tartok. És hogyan fogadja a közönség? Mivel teljesen eszköztelen a darab, az elején még volt benne egy kis zenei bejátszás, meg egy napszemüveg is, és ezeket mind kiirtottam. Tényleg pőrén csupaszon csak én és a szöveg, illetve a gondolat tolmácsolása van, nem hátradőlős a dolog. Ha az elején megcsípem őket, akkor végig jönnek nevetve, ha nem, akkor is van egy pont, de addig kőkemény harc. Azért elmondhatom, hogyha ennyi előadásnál tartok, bár volt 3-4 olyan előadás, amikor azt gondoltam magamból, hogy közben megállok és elnézést kérek az idejükért, a pénzüket visszakapják, de ne raboljuk egymás idejét, de ezeken túl lendültem, hát nagy szeretettel. Hiszen az egész 85 perc az egy 84 perces előjáték ahhoz az 1 perchez, ami a végén a valódi üzenete az egésznek. A pszichológusommal, mert egy jó barátom egy pszichológus is, jártam is hozzá, sokat beszéltünk a darabról, és ő megkérdezte, hogy mi az a plusz dolog, amit akarok vele mutatni, amitől több lesz, mint ez az úgynevezett szelepeltetés. Megtaláltuk, és azt tettem bele a végére, hogy miért jó a házasság. És milyen érzés egyedül a színpadon állni? Ha jön velem a közönség, és azért az esetek 95%-ában így van, sőt 99%, akkor olyan érzés, mint amikor az ember egy kis vitorlás hajón a tengeren egyszer suhan. Ha nem jön, akkor az olyan, mintha fogkefével bányásznám a szemet. Ezért izgalmas a dolog, mert nem lehet benne hátradőlni. Ezek az úgynevezett káromkodások, meg ezek az alpári poénok, vagy a politika, ez mind olyan, ami nevetést vált ki a nézőből. Én meg annyi színházban játszva, több helyen ugye tagként, akár a Víg Színházban, a Thália Színházban, meg rengeteg tényleg színházban azt vettem észre, hogyha ezeket a bűvös ócskaságokat elejtjük a színpadon, akkor erre mindenképpen nevetés a reakció. Csak azt felejtjük el, hogy ilyenkor a néző zavarában nevet, mert nem ezt várja a színháztól. Ezek túl lendítik, meg előre görgetnek egy előadást. Ebben ilyen nincsen. Egy csúnya szóban azt nem tudtam kihagyni, de egy ilyen nincsen. Úgyhogy igazi nagy sikerélménynek könyvelem el mindenképpen azt a menetelést, ami akár egy adott előadásban van, illetve akár ebben a 5 évben ez a 250 előadás. És hány karaktert alakít itt a darabban? Körülbelül 12 karaktert formázok meg, és nagyon ügyesen irányított a rendező, aki azt mondta, hogy ne utánozni próbáljak, hanem a gondolatát, meg az érvelését tegyem a magamévá. És sokszor úgy mutatom meg a figurát, hogy nem is nagyon változik el a hangja, mégis látják mondjuk a 200 kilós anyóst, vagy a végletekig cigarettázó apóst, vagy hagyna soroljon tényleg a karaktereket, kb. 12. De amit erősen, az ilyen 5-6 karakter, amik folyamatosan visszatérnek, illetve magát a mesélőt, aki nem más, mint az író, Tóni, azt játszom 13-ként. Tegnap véget ért a Bátori Esték című rendezvénysorozat a Bordó Sárkány koncertjével, de talán nyugodtan mondhatom, hogy az igazi program kavalkád még csak most kezdődik Nyírbátorban. Vendégünk Hadházi Anikó, szakmai vezető. Szia Anikó, jó estét! Üdvözlöm a nézőket is, téged is! Szóval akkor mondhatjuk, hogy ez egy nagyon klassz kis nyitány volt. Milyen volt az érdeklődés, hogy sikerült, hogy foglalhatjuk össze? Nagyon színvonalas koncertet láthattunk. Délelőtt 2 előadást tartottak a Filharmónia koncertsorozat keretében, ahol 1200 diák hallgathatta meg a koncertet, illetve este a
közönség számára, a felnőtt közönség számára játszottak? Hát 50 éve lett ugye újra város Nyírbátor, tehát ez egy jubileumi esztendő, és reméljük, hogy egy olyan időszak jön, amikor nagyon sokan ünnepelnek majd veletek együtt. Gondolom, hogy ilyenkor azért így ezt a jubileumi számot meg is koronáztátok a programokkal. Beszélgessünk egy picit arról, hogy milyen stílusban, hány helyszínen, hol szerveztek a következő hónapokra a programot. Az 50 éves városávállásunk alkalmával egy egész évet átölelő programsorozattal készülünk, ami április 29-én kezdődik egy ünnepélyes üléssel, ami protokoll ünnepségünk lesz, ahol meghívott vendégek fognak részt venni. Itt bemutatásra kerül egy kis film a város 50 évéről, az elmúlt 50 évéről, illetve egy könyv bemutatóra is sor kerül, valamint emlékplakettek átadására. Ennek a napnak még a kísérő programja lesz a három toronytúra, ami már hagyomány Nyírbátorban. Olyan helyekre mehetnek föl a városlakók és az érdeklődők, amik minden nap nincsenek nyitva számukra, ami azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal tűztornyába, a református templom padlására, illetve a fatorony harangláb belsejébe. Ez, hogyha valaki még nem járt ott, mennyire megterhelő oda fölmászni, hány lépcsőfok van? Most gondolom, hogy szám szerint ezt nem tudod, de azért bárki megkísérelheti, vagy azért mondjuk az egészségi állapotot azt érdemes ilyenkor szem előtt tartani? Természetesen, illetve korhatárt is, 3 év fölöttieknek ajánljuk, illetve a 14 év alattiaknak felnőtt kíséretével ajánljuk. Azt hiszem, hogy a tűztorony, a polgármester hivatal tornya a legmagasabb, és ott a legérdekesebb a feljutás egy csiga lépcsőn, de a többi kényelmesen megközelíthető, illetve teljesíthető. Na hát akkor 29-én kezdődik tulajdonképpen, ugye? Az ünnepélyes megnyitója ennek a jubileumi évnek. Ez szombati napra esik, és utána hát van egy hosszú hétvége, ott egy kis pihenő, és ahogy látom, május 3-án már Kis Ádám, ugye a stand-up comedy is színpadra. A Duma Színházas, de 30-án megtartjuk a majálisunkat, a városi majálist, úgyhogy azon a hosszú hétvégén nem pihenünk, hanem a 30-ai majális programunk az úgy fog kinézni, hogy egy zenés ébresztővel fogják a zenekarosaink ébreszteni a várost. Hát akkor tényleg nem pihenhetnek. De gondolom, nem 6-kor. Nem, 7-kor. 7-kor. 7 órakor indul a fúvószenekarunk, és ébreszti a várost, és 10 órától pedig a Papok Rétjén, a Károly utcán várjuk a vendégeinket. Lesz egy főzőverseny, amire már a jelentkezés zajlik, és a főző csapatok 9 órakor elkezdik a főzést, és délig főzhetnek. Aztán 10 órától a kísérő programok a gyerekeknek, a játszótér kinyitása kerül, illetve fafaragó érkezik, paintballos céllövölde érkezik, és délben pedig a színpadi produkciók is elkezdődnek, ami még eddig ugye a hagyományoktól eltérő. Diákpolgármestert is választottunk, meg volt egy 3 fordulós program. A 2 jelentkező, aki pályázott erre a címre, ők megmérettettek, és annak az eredményét fogja polgármester úr közhírré tétetni, illetve az ő beiktatásuk is megtörténik. Na hát akkor itt tényleg nagyon különleges események lesznek. Az a baj, hogy 2 percünk maradt, úgyhogy nagyon. A nyár pedig ugye ott áll előttünk, és ez nem vicc, mert az majd Kis Ádám fogja nyomni május 3-án, hanem ahogy itt hát látom, itt lesznek lovasnapok, majka, retrónap, szóval bizony, tényleg egy borzasztó a majális koncertje alkalmával az Áriát várjuk városunkba. Ezután pedig június végétől egészen szeptember végéig szinte minden hétvégén lesz valamilyen rendezvény. A nagy koncertjeink Majka, Vál, Már, TNT, Retrónapok,
illetve június hétvégén pedig akusztikus koncertek a város főterén, és a Szabó Balázs bandája pedig a szüreti felvonulást fogja zárni. Mondj nekünk egy weboldalt, ahol a nézők utána tudnak járni, vagy megnézni, mert hát ugye ez most rengeteg információ volt, hogy mikor mi lesz. A Nyírbátor városnak a hivatalos oldala, ott az eseménynaptárban minden rendezvényünk fel van tüntetve, illetve a kulturális központ, a Nyírbátori Kulturális Központnak a honlapján és a Facebookon. Anikó, köszönjük szépen, akkor jó mulatást! Köszönjük szépen! Nyírbátortól nem megyünk messzire a következő percekben. A Weekend következő állomás a Nagy Káló, ahol 450 éve épült meg a Kálói vár. Erről nyílt nemrég egy kiállítás. Reneszánsz dallamok nyitották meg a vártörténeti kiállítást Nagy Kálóban, és zsúfolásig megtelt a terem érdeklődőkkel. A vár feltárása jelenleg is tart, a régészeti leletek folyamatosan kerülnek felszínre a lelkes civilek segítségével. A vár történetéről az alapítvány elnöke Jónás Sándor mesélt nekünk. A Kálói vár 1570-től 73-ig épült, 74-ben nyilvánították végvárá. Az az érdekessége, hogy a törökök akartak itt valami erődítményt csinálni, már a lakosokkal kivágatták a helyi erdőkből a fát, de a nagykálóiak megelőzték ebben. Úgyhogy felépült ez a vár 1573-ra. Viszonylag egyszerű volt az építése, a kor divatja szerint egy cölöpökből, veszőfonatból készült falazat volt, amit megtöltöttek, megdöngöltek agyaggal. Ezek a falak ilyen 4-5 méter vastagak voltak, és 6-7 méter magasak. Tehát azt lehet rámondani, hogy az akkori kor szerint modernnek számított az új olasz bástyáival, és ez, hogy földből volt, ez se jelentett olyan nagy hátrányt, mert míg a kő és téglavárakat ágyúgolyókkal szét tudták lőni, addig ezekbe a föld falakba az ágyúgolyók elnyelődtek, és nem okoztak olyan nagy kárt, mint a tégla és a kőváraknál. Ezt a várat elméletileg Rákóczi bontatta le, 1704-ben adta ki a parancsot, azzal az indokkal, hogy több kárára van már a Kálói vára a magyarságnak, mint hasznára. Tehát már nem volt a török veszedelem, és akkor azért hol ez uralkodott rajta, hol az, úgyhogy nehezebb volt bevenni, mint hogy elbontották vagy elrontották volna. Sok írásos jegyzet maradt a várról, mégis átfogó képet nehéz megrajzolni róla. A kiállítás megnyitóján mutatták be a kálói kötődésű Várkonyi András gazdagon illusztrált kötetét, amely tisztázza a végvár valódi történetét. Miért pont a Kálói vár, amivel foglalkozni kezdett, és milyen hosszú munka előzte meg ezt a kötetet? Hát talán azzal kezdeni, ugye, hogy mint építészmérnök, építészére a magyar történelmi és a magyar történelmi építészeti emlékek mindig is érdekeltek, de ráadásul én Nagykálóból származom, legalábbis a szüleim nagykálóiak voltak, és a nyarakat gyerekkoromban nagymamámnál töltöttem itt Kállóban, mert egyébként Budapestre költöztünk egész kicsi gyerekkoromban, és hát a belvárosban éltünk, de engem már akkor nagyon megfogott, és nagyon már Nagy Káló, és ez a szabolcsi világ, és nagyon szerettem ide járni nyarakon, ez akkor ellentét volt a nagyváros szíve, és a hát akkor éppen még nagy község volt Nagy Káló, de egy nagyon különleges történelmi hangulata volt, és én mindig kérdezgettem a nagymamámat a múltról, aki nagyon-nagyon régi nagykálói eredetű volt, a több száz évre visszamenőleg a családja itt élt, mindig kérdezgettem, hogy hát mi volt itt a történelemben, úgy láttam a vármegyeházát, és mondta nekem, hát itt volt valamikor régen egy földvár, és a török időkben, hát sajnos azt elbontották, és ugye elboronálták, elszántották, hát ma már nem lehet meg találni a nyomát se. Hát én gyerekként persze mentem vele, kerestük a nyomokat, tényleg semmi nem volt. Na most eltelt az idő, én aktívan dolgoztam több mint 40 évig, mint építész Budapesten, és hát most, hogy nyugdíjba mentem nem régiben, arra gondoltam, hogy megnézem már, mi van ezzel a Nagykálói várral, amivel gyerekkoromban annyit foglalkoztam, hogy itt
fantáziáltam róla, és hát felvettem itt a rokonaimmal, ismerősemmel a kapcsolatot, eljöttünk, és hát elkezdtem kutatni, hogy tulajdonképpen milyen is volt ez a vár. Na most én ismertem egy csomó anyagot már erről, mert a nagykálói várról meglepő módon nagyon-nagyon sok írásos anyag van, nagyon sok dokumentum még a korából, tehát a 16., 17., 18. századból egy csomó metszet és felmérési rajz maradt ránk. És ennek ellenére, amikor elkezdtem pontosítani a dolgokat, akkor rádöbbentem, hogy egy igazi átfogó munka, ami a mai tudásunk szerint, a mai forrásanyagból megszerezhető adatok szerint a várnak a pontos méreteit, paramétereit, egyetlen helyét meghatározná, nincsen. Tehát ilyet senki nem készített. Nekem az eredeti tervem az volt, hogy mi ugye, mint építészek, az építész irodámban, saját irodám volt, Archiket programmal ugye modelleztük a természetesen modern épületeket, de ez egy izgalmas dolog, mert ugye amikor egy ilyen építészeti tervező programmal dolgozik az ember, akkor virtuálisan felépíti, tehát nem olyan, mint amikor rajzol, mert rajzol, akkor az úgy síkban van, hát el kell képzelni, milyen, de amikor egy építészeti program van, akkor olyan, mintha szinte építő kockákból raknánk össze az épületet, azt mondtam, hogy hát én ezt megmodellezem, hát ilyet még úgyse csinált senki, megcsinálom, és akkor szembesültem azzal, hogy nincsenek meg a korrekt méretek. Na, elkezdtem kutatni különböző levéltárakba, a Hadtörténeti Múzeumban megkerestem a legautentikusabb szemét, dr. Domokos Györgyöt, aki ezzel a korszakkal és ennek a korszaknak a váraival foglalkozik. Ő egy nagyon neves hadtörténész, és hát ő segítségét is kértem. A kutatások közepette az is kiderült, hogy a vár pontos méreteit és a vár pontos helyét sem tudták korábban meghatározni. Az ehhez kapcsolódó ismeretanyag megszerzése után az építészek által használt számítógépes program segítségével sikerült az építményt rekonstruálni és meghatározni a vár építőanyagait és elhelyezkedését. Kálóba látogatók nagy gonddal összeállított, értékes tárlatot nézhetnek meg a Radkó József Városi Könyvtár szomszédságában. Kedves nézőink, a Weekend második része is sok érdekes témát tartogat, például egy kötetbemutatót. Megnézzük, mennyit nőtt Mázli, és ellátogatunk Tisza Bezdédre, valamint Nagyhalászba is. Maradjanak velünk! Mázli társat kapott Miskolcról, akivel boldogan játszanak a Nyíregyházi Állatpark egyik kifutójában. Ezzel a bejátszással kezdjük a Weekend második részét, majd Kokas Bálinttal beszélgetünk a verses kötetéről. Teljesen biztosat nem lehet tudni Mázli elárulásának körülményeiről, csak azt, hogy korábbi lakóhelyét, a melitopoli állatkertet sem kímélte az Ukrajnában dúló háború. Mázlit elsőként egy ungvári család vette gondozásába, és stábunk már egy orosi kertesház udvarán ismerkedhetett vele. Most fél évvel később az oroszlán láthatóan még mindig érdeklődik az emberek iránt, noha mára már nincs szoros kapcsolatban velük a mindennapokban. Az Ukrajnából mentett oroszlánkölyök kifutót és hasonlókorú fajtársat is kapott az elmúlt hónapokban, ma pedig már elégedetten élvezi a tavasz első sugarait. Mázli igazi mázlista lett, most már 8 hónapos az ő sztoria, hiszen annak idején a tavalyi esztendőben egy ungvári család etette. Annak idején Ukrajnából egy állatvédő csapat menekítette ki egy állatkertből, ami éppen ostrom alatt állt. Az ungvári család magához vette, és elkezdték szépen kézzel nevelni a kis oroszlánt, aztán pár nap után rájöttek, hogy ez nem annyira egyszerű, és a segítségünket kérték, és azonnal át is hoztuk egyébként a kisállatot a hatóságok segítségével, viszont mivel kézzel nevelt állat volt mindenképpen az első körben, ember nevelte nálunk is, konkrétan egy gondozónak a házába, otthonába került, ahol elkezdtük a hozzátáplálását, és a tejpótló tápszár mellett megtanulta a szilárd takarmány fogyasztását is. Már itt elkezdődtek a szocializáció első lépései, kutyák társaságában tanulta meg, hogy milyen oroszlánnak lenni, és hol a helye a csapatban, hát ő a rangsor legalján volt akkor, bármennyire is az egó nagy volt,
a termet kicsi, de meg kellett tanulja, hogy ő nem ember, hiszen az idáig csak emberek társaságában volt. A következő lépcsőfok az volt, mikor az állatparkba került, és itt már szilárd takarmányt fogyasztott. Itt egy pár napig volt csupán magányos, a Miskolci Állatkert segítségét kértük, ahol hallottuk, hogy van egy hasonló korúbelű oroszlán hölgy, mindenképpen szerettünk volna ugyanis Mázinak társat találni, úgyhogy ez idáig ők a karanténépületben cseperedtek közösen, megszokták egymást, nagyokat játszottak, de most már a húsvét közelettével egy új nagy kifutót is kaptak, úgyhogy most már a látogatónk is láthatják a két tini lányt. Ahogyan az állatkertbe kerülés is szervezett keretek között történt, úgy az oroszlán falkába szokásnak is megvannak a maga állomásai. Fokozatosan szoktattuk egymáshoz őket, először nyilván rácson keresztül ismerkedtek, aztán pedig már összeengedtük őket, és hatalmas lépés az az volt, hogy már ember társaságában ne kerüljenek. Tehát Mázlit most már azért 9,5 hónapos, nagyon szépen eljátszanak a gondozóval, de azért elég komoly sérüléseket tudna okozni, és ugye az a hosszú távú célunk, hogyha megnő a két hölgy, hogy a nagy oroszlán csapatunknak a tagjává váljanak, hogy az idáig, amíg ők tinédzserek és növekednek, addig ebben a kifutóban fogják tölteni a mindennapjaikat. Mázli habitusa valószínűleg élete végéig más mintázatot mutat majd, mint a többi oroszláné, hiszen kutyák és emberek társaságában cseperedett. Az állatkerti gondozók azon igyekeznek, hogy a most már 9 hónapos oroszlán a fajtársaira fókuszáljon. Petró Zsuzsa arról is mesélt, hogyan telnek egy ilyen nagy macska mindennapjai. Alapvetően tinédzserkorban lévő állatok, tehát itt mindig zajlik az élet, vagy a fát kapargásznak, vagy egymással játszanak, vagy együtt sütkéreznek a napon, hiszen végre kisütött ugye a nap a húsvéti időszakban is, és van húzat, hogyha a takarmányról van szó, ugyanis naponta 5-6 kiló csirkehúst tesznek meg a hölgyek, de látszódik is, mert gyönyörű, egészséges bundájuk van, és jó fizikumú állatok. A háborús övezetből érkezett kis oroszlán a felnőtté válás talán nem is annyira rögös útjára lépett, mivel a nyíregyházi állatpark gondozói nagy szakértelemmel és odaadással egyengetik az útját a jövőben is. A falevél elkísér bennünket egy életúton, velünk változik, velünk él. Gyönyörű, de távolságtartó. Nélkülözhetetlen csoda. Ez az első két sor Kokas Bálint könyvének hátsó borítójáról. Vendégünk a szerző, akivel most egy televíziós kötet bemutatót tartunk a következő percekben. Szia Bálint, jó estét! Üdvözlök mindenkit sok szeretettel, köszönöm szépen a meghívást! Milyen érzés egyébként, amikor idéznek az általad leírt gondolatokból, versekből? Hát ez most jó érzés, meg furcsa is. Ugye azért elég sok verset írtam, hiszen már 20 éve írok, és külön örülök, hogy nem volt benne semmi obcénság, nem volt szabad szájú, tehát ilyenkor azért megnyugszok, ugye, mert vannak erősebb verseim. Hát nyilván itt ugye próbálunk mi elsősorban, azt gondolom, hogy a média egyik felelőssége az, hogy minden néző számára valahogy kedvet adjon mondjuk a versolvasáshoz, és hát utána már az ízlések és az érdeklődés függvényében találja meg szerintem az olvasó, hogy ki is az, akit aztán nem csak egy kötetben, hanem több kötetben is elkísér. Ugye említetted, hogy már ez bizony nem most kezdődött ez a szenvedély, és ha tehetnéd, akkor 0-24-es író lennél, és mindig írnál, nem csak verseket, regényeket is. Van az életednek olyan időszaka, amikor ez már szinte majdnem 100%-os elhatározás lesz, hogy minden más hátra hagysz, és belevágsz abba az írói karrierbe? Hát őszintén megmondva, nem tudom. Igazából azt szoktam mondani, hogy 20 éve írok, valahogy úgy kezdődött, hogy a tévéműsort írtam át, meg jöttek az ilyen apróbb kis írnivalók, ugye kis négysorosak, stb. És hát ugye ezt az ember szégyelte, még mondjuk 13 évesen nagyon ciki volt, Petőfi stílusba írtam a fióknak. Uh-huh. Aztán ez valahogy kikerült, kulcsos kis naplómat Franciaországba feltölték az osztálytársamék, és akkor jött az első visszajelzés, hogy ez jó. Aztán ugye vannak azok a lépcsőfokok, amiket meg kell járni, ami egy tapasztalás, ami azzá
az az út vége, végül is nem vége, de hogy odaérsz, hogy akkor most a nevem fa levélkötet. Tehát egy ilyen érési folyamat. És ha tehetném, tulajdonképpen tényleg 24 órában lehetne írni, viszont ez más kérdés, hogy ugye agyban azért az ember elfárad, meg akármennyire imádom, meg szeretem, de ahhoz, hogy tudjál valamit nyújtani az embereknek, hogy valami, hogy eredeti tudjál maradni, ahhoz azért nem szabad elkapkodni, meg más a regény és más a vers, hiszen mondjuk amíg egy vers 2 perc alatt kijön, addig a regénynek jóval előtte kell látni, az első fejezetnél tartasz, de már tudod nagyjából, hogy mi lesz az ötödikbe, meg hogyha közben összeveszel a múzsáddal, akkor meghal a végén, nem? De hogy igen, tehát az úgy egy nehezebb műfaj tulajdonképpen. Akkor mondhatni az, hogy tulajdonképpen a vers a legőszintébb, vagy a legszabadabb megnyilvánulása a szerzőnek? Igen, én úgy gondolom, és ezt nagyon sokszor szoktam mondogatni, hogy ugye bárkinek mondhatsz bármit, viszont önmagaddal szembe, amikor leülsz, akkor van az, hogy nem tudsz hazudni önmagadnak, és az az igazi, ami kijön igazából, mert az te vagy. És minden más púder. Ugye nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nézd a közösségi oldalakat, mindenki kiteszi, hogy milyen boldog, milyen rendben van az élete, aztán jó, fogjál egy tollat, írjál egy verset, és a versben nagyon komoly problémák előjönnek, amiket tulajdonképpen nem is mert bevallani, nem is látta, tulajdonképpen érezte, de ugye ott volt a tudatalatti alatt, és hát a versben meg előjön. Ez valahol védekezés is. Egyrészt púder és kirakat, másrészt viszont a sebezhetőséggel még sebezhetőbbé válik az ember, ugyanúgy egy költő is. Tehát még én nem olvastam ezt a köteted, viszont azt gondolom, hogy a nevem falevél ugyanúgy egy nagyon őszinte és egyre érettebb gondolatokat tartalmazó kötet. Soha nem érzed azt, hogy ezzel teljesen kiteszed, szinte lemeszteleníted a lelked, és bárki megtudhatja azokat is, amitől lehet, hogy jobb lenne. Hogyha... Igen. Jogos a kérdés, ugye már szokták azt mondani, hogy hát akkor rólad mindent tudunk, nincsenek titkaid, meg ilyen jellegű dolgok. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mindenkinek vannak, tehát a versek érzésekből állnak, érzelmekből. Ez most csak azért ülünk itt, mert tulajdonképpen én leírtam, és nem ér, nyilván nem mindegy, hogy mit írsz le. Mindig azt mondom, hogy tiszteld a múzsád, becsüld meg, köszönd meg, hogy van, és akkor onnantól kezdve írhatsz. És pontosan így volt a falevéllel is, hogy amit leírtam, és az egész teljesen véletlenül jött. Tehát én nem is gondoltam, hogy ebből kötet lesz, nem is hozzá akartam írni az első verset, ami tulajdonképpen hozzászól. De hát ugye erről beszélünk, hogy a tudatalatti működik. Persze nagyon szubjektív dolog a vers, mert valakinek tetszik, meg nagyon betalál, valakinek meg nem, mert hogy az a stílusa, nem tudsz azonosulni, de egyébként ezért nem tudom megunni, mert mindig más a téma, mások az érzések, és ha egy-két sorral már valaki tud azonosulni, akkor megérte, és valahogy falevéllel is úgy vagyok, meg voltam, ugye, hogy az, hogy ki a falevél, az másodlagos az olvasónak. És ezért is lett ez a címe egyrészt, mert oké, hogy a kötet végén kiderül, hogy ki a falevél, de ugye ez a kötet, Covid után vagyunk. És szerettem volna valami olyasmit létrehozni, hogy amikor az olvasó elolvassa az egész kötetet, feltegye magának azt a kérdést, hogy megkérdezi a párjától, hogy neked mennyire vagyok falevél, mennyire vagyok fontos, vagy egy olvasó, hogy nekem ki a falevél. És valami olyan pluszt adni. És persze mindenki azt kezd a verseimmel, vagy amit ő gondol, amit érez, és hál' Istennek azt mondom, hogy nagyon sokan tudnak azonosulni vele, de meg tudom érteni, hogyha nem, mert korábban nagyon szabadszájú voltam, tény és való, de aztán nyíltelekre elkezdtem járni istentiszteletre, és úgy formálódik az ember. Bálint, hol dedikálsz, hol tudnak veled találkozni, vagy hol tudnak beszélgetni?
veled a nézők? Beszélgetni bárhol, bármikor, de amúgy dedikálás majd április 26-án a Nyírségkönyvtár Alapítványban lesz 10 órától, ott az idősek irodalmi csoportjának, illetve a Mustárház Szent István utca 20 szám alatt majd április 28-án 17 óra 30 perctől, illetve hogyha minden jól megy, akkor Sátoralja új helyen is könyvesboltban már kapható lesz néhány hét múlva a kötet, meg országosan is, de nyilván ez egy hosszabb folyamat. Hát köszönjük szépen, Falevél, hogy ide fújt a szél. Én is köszönöm szépen a meghívást. Maradjunk az irodalomnál a következő percekben, és hozz egy verset Tisza Bezdédre. 9. alkalommal rendezték meg ezzel a címmel a településen a megye legnagyobb költészetnapi rendezvényét, amelyen a gasztronómia és a zene mellett a költészeté lett volna a főszerep, ehelyett azonban szélsőséges időjárás tette emlékezetessé a programot. Délelőtt 10 óra, Tisza Bezdéd. Ragyogó napsütés, incsiklandó illatok, és egy szabadtéri színpad várja az érdeklődőket a Tájház udvarán. Kevés település mondhatja el magáról, hogy a Magyar Költészet Napja alkalmából egésznapos programmal készültek. Nem így Tisza Bezdéden, ahol múlt hét szombaton a helyi tehetségek bemutatkozása mellett számos előadót várt a közönség. 9. alkalommal vagyunk, és hagyomány teremtődött a településen. Minden évben egyre nagyobb a program. Nagyon neves kortárs költőket, zenészeket, zenekarokat látunk Tisza Bezdéden vendégül, és hál' Istennek vannak visszajáró zenekarok is. A közösség kovácsoló ereje a legfontosabb számomra. Amikor a programot elkezdtük, néhány ember, néhány lelkes versmondó volt a színpadon, és mára 50 gyerek hozott verset Tisza Bezdédre az általános iskolából. Vannak környékbeli fellépőink is, vannak szomszéd településről hozott versek felnőttektől, gyerekektől, és hát örömmel üdvözöljük a kortárs költőket, a zenekarokat, akik nem prózában, hanem zenében, dalban hozzák el a verseket. Dakó Attila polgármester azt is elmondta, hogy a helyi közösség számára különösen fontos a rendezvénynek otthont adó tájház, amely eredetileg egy bontásra ítélt épület volt, de a civil adakozóknak köszönhetően a településre jellemző bútorokkal sikerült berendezni. Az érdekessége ennek a tájháznak még az, hogy mivel nincs közösségi terünk, nincs művelődési házunk, vagy nem alkalmas a közösségi szereplésekre, ez vette át a élő tájházként a közösségi tér funkcióját. Megrendezésre kerülnek a tavaszi köszöntő programok, majd ez a költészet napja. A Tarsoly Lemez Fesztiválunkat külső helyszínen tartjuk, de az utána következő hoz, illetve Szeretlek Magyarország itthon vagy Tisza Bezdéden programunk már itt van megrendezve, és az évet jellemzően egy karácsonyi, mindenki karácsonyával zárjuk, amit szintén a tájházban tartunk. Ilyenkor ugye hozzuk a néphagyományaikat, disznóvágás van, disznótor van, és tényleg úgy alakul a tájház élete, mint az építésekor az 1930-as években. A Mazsoret csoport produkcióját a szintetizátoros növendékek bemutatkozása követte. Ekkor már látni lehetett, hogy a távolban lóg az eső lába. A nyíregyházi Kár pedig nem zenekar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei költők megzenésített verseivel érkezett Tisza Bezdédre. A lemezbemutató koncertet a jégeső szakította félbe. Bár a nagy színpadra tervezett korábbi ingyenes élőzenei koncertek elmaradtak, Áfra János költő egy kisebb teremben megtartotta Fraktálok című programját. A felvidéki akusztikus kvártett koncertjét pedig a jövőben pótolni fogják. Dakó Attila polgármester azt is elmondta, hogy az év legnagyobb szabású kulturális rendezvénye a július utolsó hétvégéjére tervezett Tarsoly Lemez Fesztivál lesz. A stúdiónk hangulatáról Szabó Veronika gondoskodik, és bíborkás csapatával mindig aktualizálják a színeket és a mintákat. Most a tavaszi trendeket vesszük górcső alá.
Szia Veronika, jó estét! Jó estét, üdvözöllek! Na, furcsa is azt mondani, hogy estét, amikor az ember ilyen kis pasztel színekben van, bár nyilván egy ilyen kellemes hangulatlámpával ezek szerintem az esti enteriőrben is nagyon jól mutatnak. Hát még alig jöttünk ki a tavaszi első nagy ünnepből, ugye a húsvétból, már is közeleg tulajdonképpen az anyák napja. Maga ez az ünnep, vagy inkább a tavasz az, ami a következő időszakot meghatározza majd? Most egybeesik nagyon ez a két időszak, mint ahogy mondtad, a húsvét után rögtön itt anyák napja következik, az egyik legszebb ünnepünk. A tavaszi dekorációk azért a húsvét alatt is, illetve most húsvét után is még mindig készülnek, illetve mennek. Egy kicsit pasztelebb vintage színek azok, amik most meghatározóak, az erősebb színek most egy picit háttérbe kerültek. Anyák napjára is mi most ezekkel a pasztel színekkel dolgoztunk, mint ahogy az asztalon is lehet látni. Tehát a rózsaszínnek is egy picit finomabb változata az, ami megjelenik, illetve nagyon-nagyon sokan szeretik anyák napjára ugye a lila színt, az orgonát, az árvácskát, és mi is ezekkel a színekkel dolgoztunk, tehát a természetből merítve a természet színeivel, de most nem az erős tavaszi színekkel, hanem egy picit finomabb pasztelebb színekkel dolgoztunk most ezen a tavaszi dekorációs időszakban. Én nem tudom, hogy anyák napjára vajon kinyílik-e valóban az orgona, bár hogyha így nagyon berobban a meleg, akkor ugye olyan nagyon gyorsan a természet is elkezd virágozni, illetve hát újjáéledni. Minden esetre, aki biztosra akar menni, akár már el is készítheti ezeket a kis dekorációkat. Egyébként még megelőzte ugye a Valentin nap, amikor az szintén egy olyan ünnep, amit lehet szeretni, nem szeretni, de azért mégis szerintem a trendekben megjelenik, illetve a díszítésekben, és ott is a szív volt a fő motívum, illetve szimbólum, akár csak az anyák napján, de hát ahogy látom, itt tényleg egy kicsit kellemesebb, nem annyira tolakodó, nem annyira berobbanó színekkel, tehát nem a vörös, hanem inkább ezek a rózsaszínek dominálnak. Nagyon érdekes kis ajándékokat készítettetek, úgyhogy erről egy picit mesélj, látom, hogy vannak itt ilyen mama, anya és keresztanya feliratok is, díszecskék is. Fehér alapon, egy tisztaságot jelképező fehér alapra dolgoztunk, tehát mint ahogy mondtad, nem színes alapokra, és egy picit kisfiús és kislányosra is, hogyha kisebb gyerekek szeretnék ajándékba vinni édesanyámnak, vagy anya, mama, keresztanyukámnak, tehát ilyen feliratokkal készültek kis aranyos, kis akasztható díszecskék, vagy oda lehet rakni bárhová, asztalra, vagy komódra, vagy bárhová egy ilyen kisebb tálba. Nagyon-nagyon jól mutatnak, szépek. Akrilba van rakva, hogy ne érje semmi, mivel ezek kerámia porból öntöttek ki, tehát mi öntöttük a szíveket is kerámia porból, és azokat festettük, illetve a kolléganőm festette és dekorálta be őket. Dobozkába és önmagába is nagyon-nagyon jól mutatnak, illetve én nagyon szeretem ezeket a képkeretes dekorációkat, tavaly is készítettük, már akkor száraz virágba mentek feliratok, most pedig egy pici száraz virág úgy, ahogy tőlem megszokhattátok, tehát ez a természetesség, ez visszaköszön, és azt egy képkeretbe dekorálva, tehát nagyon-nagyon jól mutat szintén asztalon, komódon, felakasztva, előszobába felrakva, mindig egy kedves ránézni, hogy kitől, hogyha olyantól kapta az ember, aki tényleg fontos neki, gyerekétől, gyermekétől, unokájától. Tehát ezek az ajándékok nem nagyon ajándékok, de apró figyelmességek, és nagyon-nagyon sok szeretetet tudnak visszahozni az életünkbe. Ezen kívül vannak a megszokott virágboxok, amik készültek. Itt egy picit már a mostani trendeknek megfelelően ilyen fagolyókkal készülnek ezek a feliratok rá, az anyafelirat rá. Itt a nagyobb virágboxnak az oldalán is itt van egy ilyen anyafelirat szintén fagolyókkal dekorálva. Egy picit másabb, nem a megszokott betűzős dekorációk.
amit mi készítettünk virágok mellé ilyen dekorációkat, ezek a betonszívekre készült feliratok, ez egy orchidea mellett nagyon-nagyon jól, nagyon szépen tud mutatni, hogyha valaki élő virágot szeretne vinni ajándékba. És mégiscsak személyessé teszi. Arra gondoltam, hogy nyilván, aki az üzletben megy, ott még millió és millió ötletet tud meríteni, de azért ezek már készen vannak, tehát valakinek nem olyan színes a fantáziája, akinek meg elég színes, de mégsem tudja, hogy hogyan is öntse ezt anyagba, az pedig ugye nálatok ehhez kap egy kis gyakorlati tanácsot, útmutatót, vagy egy kis korrekciót, és lassan anyák napja után ugye majd jön a nyár, maradnak, csak úgy előjáróban egy mondattal maradnak ezek a pasztelszínek, vagy a nyár az harsányabb lesz, mondjuk a lakberendezés A lakberendezés színeit tekintve maradnak egy picit a pasztelszínek, és ugye a kiegészítőkkel tudunk variálni. A ruhákban visszatérnek egy kicsit a nyáriasabb, harsányabb színek, kevésbé a pasztelszínek lesznek előtérbe, vagy a pasztelszínek harsányabb kiegészítőkkel, nagy táskákkal, fonott táskákkal, színes táskákkal, vagy pedig a harsányabb ruhák, pasztelebb táskákkal, tehát ezekkel a szín árnyalatokkal fognak játszani. Míg egy programot szeretnék megosztani veletek, nagyon nagy örömünkre folyamatosak a műhelyeink, és ezekben a műhelyekben most egyre többen már vannak anya-lánya programok együtt, amiknek nagyon-nagyon örülünk, mert nagyon jó látni, mikor így közös programot szerveznek az anyukák, illetve a nagyobb vagy a kisebb csemetékkel, lányokkal. Ez is egy jó anyáknapi ajándék lehet, akár nagymamának, anyának és unokának együtt. Veronika, köszönjük szépen, akkor találkozunk a nyáron a kicsit harsányabb színekkel. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a víkend zárásaként Nagy Halászba látogatunk, ahol az apró falva hagyományőrző népdal kör előadása színesítette az utazó kiállítás megnyitóját.
Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend. Tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban. Megmutatjuk majd, milyen volt az értékes barangolás döntője, és a Színvarázs című kiállításba is belepillanthatnak. Szabó Soma pedig a Kántémusz ős bemutatójáról mesél majd. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!